Szepesi Tamásné, óvodapedagógus, önkormányzati képviselő, Baba gyűjteményéből nyílt kiállítás az óvoda emeleti galériáján október 25-én. A gyűjtő babái bemutatását egy mesébe ágyazott történettel tette különlegessé az apróságok számára, melyben saját gyermekkori élményét osztotta meg közönségével. Igényeim kérésére elhoztam nektek egy pár babámat otthonról megmutatni, és szeretnének egy kicsit bevezetni benneteket a babáknak a varázslatos világába. Baba kiállításnak örülhettek az óvodások az óvoda galériáján. Már láthattak a gyerekek babákat, azt hiszem, hogy nem is egy alkalommal, és gondolom akkor közben derült ki, hogy te is babákat gyűjtesz. Mióta gyűjtöd a babákat, és miért? Mi vezetett arra, hogy külön gyűjteményed legyen ebből? Az előző baba gyűjtemény tulajdonosával, Grónyi Erikával már régóta tudjuk egymásról, hogy babákat gyűjtünk, és amikor az ő kiállítása volt, akkor is itt voltam, de akkor még szülőként. Aztán most, amikor óvónéni lettem, akkor a kollégáim kérésére hoztam el ide most ezeket a babákat. Nem olyan régen gyűjtöm a babákat, egy 5-6 évvel ezelőtt indult ez az egész, illetve hát visszavezet a gyermekkoromra, mert volt nekem egy nagyon édes, kedves nagymamám, aki próbálta az életünket megkönnyíteni azzal, hogy nagyon-nagyon sokat játszott velünk, hiszen ő élt ott a mi házunkban együtt a családunkkal, és nagyon szeretett babázni, és nagyon szeretett mindent, ami a babákról szól, és ezt szépen lassan meg is szeretette velünk, és ennek kapcsán mi megtanultunk kötni, horgolni, hímezni, babaruhát varni, barkácsolni, és egy egész kis tündérvilágot teremtettünk otthonra. Aztán felnőttem, férjhez mentem, a saját gyerekeimmel babáztam, a nagymamám meghalt, és aztán egyszer a férjem dolgozott Németországba, és Németországból hazajöve hozott nekem egy elég csúnyácska kis babát, egy olyan csúnyácskát, mint ami nekem volt otthon annak idején, nem olyan szépet, amilyenre én vágytam gyerekként is. És aztán én ahelyett, hogy örültem volna neki, ezt meg is mondtam, ezt a véleményemet, hogy hát hozhatott volna valami szebb babát, és amikor ránéztem, akkor olyan érzésem támadt, hogy ezt biztos, hogy a mamám küldte nekem azzal, hogy na itt van, tedd rendbe, és csináld azt, amit gyerekkorunkban csináltunk. És aztán én elkezdtem ezt a babát szépen felújítani, rendbe rakni, és így kezdődött. Gondolom, hogy az első babáid elsősorban olyanok voltak, amelyekkel játszani lehetett, tehát gumifejű, gumiból volt, és ugye azt díszítgetted, öltöztetted, de itt, amiket lehet látni, jó részt már, ha jól látom, azért porcelánfejű babák, tehát ezek az igényesen elkészített, valódi gyűjteménybe valók, és nem igazán játékbabák. Ezeket most már tudatosan gyűjtöd így, ezeket a porcelánfejű babákat? Igen is, meg nem is. A vonal az mindig az, hogy olyan babát találjak, amivel valami dolog van. És amikor járok a bolhapiacokra, meg egyéb vásárokra, vagy a barátaim is most már, a rokonaim is tudják ezt, és akkor olyan babákat hoznak, amivel valamit kell csinálni. Vagy rendbe kell rakni, vagy meg kell tisztítani. És általában porcelánbabát szoktam most már vásárolni, mert ezek a legtartósabbak, és te is láttad, hogy ezeket lehet a legszebben helyreállítani. De vannak közöttük olyanok is, amelyek például az országvilág babája, különböző viseletek, amelyek műanyagból készültek, és a legtöbb viszont most már valóban porcelánbaba. Most már javítok is egyébként, a barátaim tudják, meg az ismerőseim, hogy én ilyennel foglalkozom, és hogyha egy baba sérül, akkor az hozzám érkezik, és akkor én megpróbálom rendbe rakni. Ezt a restaurálásnak is nevezhető műveletet tanultad, vagy pedig az internetről lestél hozzá, mert hiszen azért én úgy látom, hogy nyugaton ez egy külön szakma, és óriási keletje van ennek. Igen, hát ha hiszed, ha nem, hogy még mindig a nagymamámból építkezem, tehát mindazt, amit őtől tanultam, varrást, szövést, hímzést, horgolást és kötést, és akár a tisztítószerekről, akár ezeknek a babáknak a tisztításáról is, ezt őtőle. Egyébként az interneten is olvasok erről sokat, és a szakdolgozatomat is ugye erről írtam, és ezért is sokat olvastam utána, de igazán a régi hagyományos módszereket követem, nem azokat a módszereket, amik az interneten vannak, mert az olyan speciális anyagok szükségesek, és amint látod, meg lehet ezt egyszerűbben régi idők szokásaihoz híven is oldani. Én ezt szoktam tenni.
Említetted, hogy gyermekkorodban, meg később is a ruhákat magad készítetted. Ezek a ruhák is saját készítésűek? Van olyan baba, amelyiknek a ruhája saját készítésű, de a legtöbb baba ruhája javított, tehát amit kapok, anyagot azt próbálom. A saját ötleteim alapján, vagy hogyha számjelzéses a baba, és utána tudok nézni, hogy hogy nézett ki, amikor kikerült az üzletből vagy az üzemből, akkor úgy próbálom felújítani, ahogy eredetiben volt, hanem akkor pedig a saját ötleteim alapján díszítem, vagy próbálom a hibákat helyrehozni. Elnyete ember! Csak ilyen ronda babát tudtál nekem hozni onnan külhoni országból? Azt mondta el a szegény ember. De asszony, képzeld el. Jöttem be, mentem be, találtam erre a babára. Ez a baba megszólított engem. Azt mondta nekem. Te szegény ember, vigyél haza engem. Látod, engem eldobtak, koszos vagyok, szakadt a ruhám. Fázok itt a hidegbe. Vigyél haza, kérlek. A gyerekeknek itt a megnyitón most nem egy előadással készültél, ami ugye a babáknak a múltját taglalja, hanem egy különleges dologgal, egy mesével, ami tulajdonképpen, hát mondhatjuk, hogy igaz történeten alapul, és saját magad írtad. Igen, ez azért is volt így, mert Erika elmondta, amikor itt volt a babák történetét, és ennek egy kicsit a történelmi hátterét, ezért azt gondoltam, hogy én inkább máshonnan közelítem meg a dolgot, azért is, mert szomorúan látom itt az óvodában, hogy nagyon-nagyon keveset babáznak a gyerekek, és én pedig nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a fajta játékot, szerepjátékot, mert nagyon-nagyon sok mindent lehet tanulni. Egy kislány rengeteg mindent tanulhat a nőiességéről, a háztartásról, az anyaszerepről, a közben miközben babázik, és szeretném a gyerekeket ebbe az irányba vinni. Ezért próbáltam a saját történetemen keresztül megmutatni azt, hogy milyen jó, hogyha egy kislány a családjával, a mamájával, az anyukájával, a testvéreivel együtt játszik, és közben a játék közben sok mindent tanul, sok mindenről beszélget, és közben pedig egy csomó mindent megtanul, és ezért találtam ki ezt a mesét, ami valóban az én történetem, hogy kedvet csináljak a gyerekeknek ahhoz, hogy fogják kézen anyucit, apucit, nagymamit, és üljenek le és babázzanak. Ezt a kis mesét, ezt le is írtad, vagy pedig a saját fejedben van meg, és mint ahogy a szájhagyomány útján terjedtek régen a népmesék, így mindig más formában tudod előadni. Nem írtam le, valóban ez csak a fejemben, meg inkább a szívemben létezik, a nagyanyám iránti szeretet kapcsán szövődik, és valóban mindig más momentum is kerül hozzá, mint ahogy a népmesékben. A gyerekek hogy fogadták ezt a mesét, hogy látod, megértették-e ennek a lényegét? Azt gondolom, hogy igen, mert aztán a nagyok után engem kérdezgettek, hogy is volt ezt, hol laktál te, Jóva néni, és milyen volt a nagymamád, és mit csináltatok. Úgy láttam, hogy tetszett nekik, és eljutott talán hozzájuk az üzenet, aztán majd még dolgozunk rajta, hogy ez ki is csírázza. Képzeljétek el, hogy ezekhez a babákhoz egész babaházak tartoztak, ilyen édes kis porcelánkészletekkel, de akár ezüstből és aranyból is készülhettek ezek a kis tányérok és bögrék, és ugyanolyanok voltak, mint az igazi nagy háztartásban. És a kis lányok, mire megnőttek, addigra megtanulták, hogy hogyan kell a háztartást vezetni.